Fésűs Éva, Csupafül 22 meséje. A 8. mesében elfoglalják a hintánkat. Amikor Bó Bandi először jött ki a jószavú létre, senki sem akart játszani vele, mert olyan cseklő, botló, ügyetlen kis boci volt, hogy leverte a pitypangó bóbitáját, és mindenre csak azt felelte, Bú! Pedig Bandi szeretett volna a nyuszikkal bujócskázni, fogócskázni, és legalább 15-öt megszólított, de mindegyiknek éppen akkor akadt valami sürgős tennivalója, nekem is. A Ritka búzatérre siettem játszani, ahol kajlatap sivárt, ezért először elfordítottam a fejemet, de sajnos éppen egy tükrös zakkörúti kirakat előtt, és így akaratlanul is találkozott a pillantásom, Bó Bandi kérlelő tekintetével. Ettől egyszerre eszembe jutott, hogy milyen rossz lenne, ha velem sem akarna játszani senki, se tüskeböki, se kajlatapsi, se ürgegyurka, és nagyon megsajnáltam. Így esett, hogy némi habozás után mégis megfordultam, és egész délután Bó Bandival bujócskáztam a téren. Akkor hagytuk abba, amikor már kinyújtóztak az árnyak. Bó Bandi kedvesen hálálkodott, és folyton visszanézett, amint hazafelé vezette Mó néni, az anyukája. Kajlatapsi másnap kicsúfolt engem, amiért házi állattal barátkoztam, és dúzzogott, mert hiába várt rám a hintánál. Mert a Ritka búzatéren nem csak homokozó, szökőkút és bukfencezésre való pázsit található, hanem egy pompás billenő deszkahinta, vagy ahogy mondani szokták, libikóka, amit a mezei általános iskola nyúlszülői munkaközössége állított fel a jó kis tapsi füleseknek. Ha az egyik végére ráül kajl a tapsi és lenyomja, akkor én a deszkaszál másik végén magasba lendülök. Azután én süllyedek le, és kajl a tapsi emelkedik fel, hogy csak úgy kalimpál a két füle. És ez így meg fel-le, minden sárga virágos délutánon, amíg más gyerekek oda nem jönnek, hogy most már rajtuk a sor. Nem szoktunk veszekedni. Szépen átengedjük a helyünket, hiszen a hinta valamennyiünké, valamennyiünk féltett kincse és büszkesége. Egy nappal azután, hogy Bó Bandival játszottam, mégis hallatlan dolog történt. Déli pihenő idején, amikor a gyorspostás kisasszonyok is önfeledten sütkéreztek a gyíknapozó teraszán, és a Ritka búzatéri ügyeletes varjú hazament tollászkodni, elfoglalta a hintát egy nagy bajuszú, tarka mondás idegen. Se szó, se beszéd rátelepedett a billenő hinta földre támaszkodó végére, és furcsán mormolva magában szundikálni kezdett. Mind a négy lábunk a földbe gyökerezett, amikor megláttuk. Ki lehet ez? És hogy meri elfoglalni a játszóhelyünket? Én elszántan közelebb léptem hozzá, és megszólítottam. Mak-mak, jó napot kívánok! Prr-miau! Nézett föl dühösen a fél szemével, és akkor átfújt, hogy hátra bukfenceztem. Ne tessék haragudni, Magma, én Csupafül vagyok, és a bácsi? Ranyó! Vágott közbe fenyegetően elnyújtott hangot, mi alatt felbúkozta a hátát, és karmait megpattogtatta a hintadeszkán. Hanyat homlok menekülten vissza a többiekhez. Jaj, lihegtem. Franyónak hívják, és nagyon mérges. Franyó! Kiáltott fel egy tavalyi nyúlasszonság, hiszen ez akkor a falubeli foglalkozás nélküli kandúr. No, szegény kis nyulacskáim, jobb lesz, ha tüstént hazamentek. Eltör ugyan, meg nem szabadulunk egyhamar. Sajnos a néninek igaza lett. Franyó, a kandúr, attól kezdve minden nap megjelent a Ritka búzatéren, és arcátlanul rátelepedett a libikókánkra napozni. Még az ügyeletes varjú sem bírt vele, mert bárki közelített hozzá, prüszkölt, fújt és a karmai pattogtatta. Befellegzett a mi vidám játékunknak,
A számtalan kandúr jelenléte aggodalommal töltötte a nyúlszülők szívét, és óva intettek minket, hogy kerüljük el a játszóteret. Persze, mi azért minden nap oda settenkedtünk leskerődni, hogy hát, ha elmen, de mindig elszontyolodva ballagtunk haza. Hiába tiltakoztak a mezei egerek testületileg a kandúrod léte ellen. Hiába tűzött ki jutalmat a nyúlszülő munkaközösség annak, aki a hivatlan vendéget elkelteti, a Ritkabúza téren mindennek ellenére Franyó uralkodott. Egyszer aztán, amikor ismét ott terpeszkedett a billenőhint a földre támasztott végén, és mi mélyebben lógattuk a fülünket, mint valaha, meglátott minket Búbandi, a kis boci. Csupa fül! Szaladt oda örömmel hozzám. Miért vagy ilyen szomorú? Ki vett el a jó kedvedet? Az a fránya Franyó, oda néz! Nem bírjuk elkergetni. Búbandi szeme elkerepedett. Hát miért nem szóltál nekem? Neked? Igen, nekem. A te kedvedért szívesen segítek, mert nem felejtettem el, hogy amikor mások hátat fordítottak, te játszottál velem. Igaz, hogy cseklőbotló, ügyetlen boci vagyok, de azért ugrani tudok. Mit ér, ha bármekkorát tudsz is ugrani? Mit? Hát ide nézzetek! Szálltátva figyeltük, hogy mi lesz. Bandi pedig egy kicsit hátrált, azután nekifutott a hintának, s mire észbe kaptunk volna, hoplahop, könnyedén felugrott a deszkaszál magasba meredő végére. Az a boci súlya alatt azonnal lecsapódott, a másik vége pedig, amelyen Franyó mégsem sejtve lustálkodott, ugyanabban a pillanatban fellendült a magasba, és a szemtelen kandúr macska három gyönyörű szaltót vetve repült egyenesen a Ritkabúza téli szökőkút vizébe. Búbandi tettét nagyobb ujjongás követte, mint egy cirkuszi artista mutatvány. Nyuszik, ürgék, mezei egerek összefutottak az örömhírre, és mire Franyó csapzottan, lucskosan, nyivákolva kikecmergett a kútból, addigra alig talált utat a nagy tömegben, hogy világká szaladjon. Nem is jött ki még egyszer a Ritkabúza térre. Szabad lett a pompás billenő hinta. Azóta minden sárga virágos délután a jókedvű nyuszik hintáznak rajta. Ha pedig nem hintáznak, akkor Búbandival játszanak, vidáman, bujócskázva, kergetőzve, körbe-körbe, a csodaszép jószagú réten.